Jó estét kívánok! Újabb éremesélyesek Rióban. A párosban már aranyérmes Kozák Danuta futamgyőztesként jutott a kajak egyesek 500 méteres döntőjébe. A világbajnoki címvédő páros Molnár Péter és Tótka Sándor is döntős, miután megnyerték a 200 méteres futam közép döntőjét. A kajakos duó Hufnagel Tibor és Cenner bennyámén 1000 méteren küzdötte be magát a döntőbe. Erősen indította a szerdai versenynapot a magyar csapat csapatrióban. Elsőként Hufnagel Tibor és Cejner Benjamin küzdötte be magát a döntőbe. A kajakos dúó az 1000 méteres futam középdöntőjében a harmadik helyen végzett az ausztrálok és az olaszok mögött. A 20 éves ifjúsági világbajnok Hajdú Jonatán a Kenu egyesek 200 méteres középdöntőjében azonban csak a negyedik helyet szerezte meg. Az olimpiai újonc eredménye így a B-döntőhöz volt elég, tehát éremért már nem indulhat. A világbajnoki címvédő kajakpáros Molnár Péter és Tótka Sándor 200 méteren magabiztosan verte a mezőnyt, futamgyőztesként jutott a döntőbe. A kajak kettesben már aranyérmes Kozák Danuta úgy jutott 500 méteren a döntőbe, hogy megnyerte az előfutamot és a középfutamot is. A háromszoros olimpiai bajnok Rióban a legsikeresebb magyar kajakkenus olimpikonnál válhat, ha nyer még egy aranyat. A 110 méteres gátfutás elődöntőjében bajbalás futása közepén rontott, így lemaradt a döntőről. A férfi pólóválogatott drámai búcsúja után a női vízilabda válogatott az Olimpia torony magas esélyesével, az Egyesült Államok csapatával játszik elődöntőt este fél tízkor. Ha a magyar válogatott legyőzi az amerikaiakat, akkor éremmel zárhatja az olimpiát.